Ez a Küzdj Bátran Podcast sorozat 13. része. Szeretettel köszönt minden kedves érdeklődőt Kővágó Angéla és Szőke Viktória. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség műsorában ezúttal is a speciális olimpikonok színes és változatos világába engedünk betekintést. A berlini nyári világjátékokra készülő női egyesített válogatott keret számára jó felkészülési állomást jelentett az október 6-ai budapesti grassroots labdarúgó torna, amelyet az Újpalotai úti sporttelepen rendeztünk meg. Kővágó Angéla összeállításában a szakágvezető Marton Gergő, valamint a Staféta DSE sportolója Horváth Roxana és a Balla DSE partnerjátékosa Pödör Patrícia szólal meg. 17 csapat van, ebből 4 női és 13 férfi egyesített csapat. A divízió fontos, vagy az életkor, vagy a foci tudás? Itt a legfontosabb az, hogy mindenki közel hasonló képességűekkel mérkőzzön, mint amilyen ő, és élményeket, sikereket tudjon szerezni. Tehát a kiemelkedő képességűek ne kerülhessenek olyan képességűvel szembe, aki mondjuk szereti a labdarúgást, de nem annyira megy neki, mert az igazából se a gyengébb képességűnek, de se a jobb képességűnek nem jó. Hogyan állnak össze a csapatok? Hány partnerjátékos és hány speciális sportoló dolgozik együtt egy csapatban? Egy csapat, itt kis pályán 4+1 fő, ugye +1 fő a kapus, ebből 2 partnerjátékos van, tehát őnekik végig a pályán kell lenni. Itt is ugyanolyan posztok vannak, mint amikor az épeknél 11 játékos van a pályán? Hát ugye négy fős kispályás csapatnál azért ez más. Itt mindenkinek ilyen fontos a védekező és a támadó szerepe is, sok mozgás. Tehát azért a kispályás foci az más, mint a nagy. Hát van erre egy külön sportág, a futszál, de azt teremben játszák. Itt ez egy sima füves vagy műfüves jelen esetben kispályás focitorna, ahol igazából 40x20-as pálya van, 30x, vagy 3x2-es kapu, de hát foci mind a kettő, tehát most olyan nagy különbség nincsen, focizni kell itt és ott is, csak ez sokkal több, intenzívebb, kisebb mozgást igényel, mint a nagypályás labdarúgás. Vannak már titkos favoritjaid a berlini olimpiára? Hát a berlini olimpiára mi már április közepén, azt úgy emlékszem, megtartottuk a válogatást, tehát de nagyjából összeállt a keret, most már a lányok együtt szerepelnek ezeken a tornákon, és hamarosan megkezdjük az edzőtáborokat is, a felkészülést. Ott hát mondjuk úgy, hogy nyújtos pályás foci lesz, ott 60x40-es pályán is 5x2-es kapukra fociznak a lányok, és 6+1 fő az összetétel. De ezek a tornák is hasznosak, hiszen azért nem egy helyről származnak ezek a lányok, tehát több egyesületből jönnek, ilyenkor megismerik egymást, szokják, ki hogy veszi át a labdát, ki hogy bír futni, ki hogy védekezik. Tehát ezek mind jók arra, hogy minél jobban megismerjék egymást, és majd az edzőtáborokban, meg a közvetlenül előtte lévő felkészülési meccseken már ezen a pályaméreten és ebben a létszámban dolgozunk. Az edzés feladatok, a felkészítő feladatok azok hasonlóak, mint a férfi mezőnyben. Mi az, ahova be lehet sorolni mondjuk a magyar válogatottat az olimpiák tekintetében? Tehát, hogyha nemzetközi összehasonlításban nézzünk, akkor a magyar válogatottól milyen teljesítményt várhatunk? Hát, azt mondom, hogy ez mindig egy kicsit lutri. Elviszünk egy jó képességű csapatot, úgy gondolom, hogy egy jó képességű, jó kis csapatot viszünk, de lehet, hogy máshonnan sokkal jobbakat hoznak. Nem tudjuk előre. Az ott ugyanígy, mint ahogy mi a mi hazai versenyeken, ott is elmegyünk és divizionálunk. Tehát ez előre nem kiszámítható, ez mindig ott derül ki, hogy milyen a mezőny. Mi készülünk, és a saját szintünkhöz képest, arra alkalmazva a taktikát, az a felkészülés. Hát évek óta nagyon jó közreműködés van a szövetség és a grassroots igazgatóság között. Mi a grassroots megbízásából is rendezünk tornákat külön, igyekszünk minél több sportolót ebbe bevonni. Nekünk ez azért jó, hiszen az igazgatóság anyagilag tudja támogatni ezeket a rendezvényeket. Tudunk hideg csomagokat tenni a sportolók elé, tudunk ásványvizet tenni a sportolók elé, tudunk sportfelszerelést, tudjuk támogatni a utazásokat egy kis költség támogatással. Tehát és egyáltalán könnyebb megrendezni így ezekkel a lehetőségekkel a tornákat. Mióta focizol? A suliba most kezdtem el tavaly focizni, de amúgy 2 évet Gyirmóton fociztam. Miért tetszett meg pont a foci? Mert általában a lányok azok más sportágot szoktak választani. Hát, mert szeretem a labdás játékokat, meg ugye nagyon sokat nézek focit is, hiszen így inkább megtetszett a foci.
Van kedvenc játékosod? Neymar, Mbappé, meg Ronaldo. Tudod is, hogy ők mennyit fociznak, vagy hogy milyen stílusban fociznak? Tehát szoktad őket rendszeresen nézni így meccseken? Inkább a PSG-t szoktam nézni. Mert, a PSG az a Paris Saint-Germain? Igen. Tehát, hogy a Paris Saint-Germainnek a meccseit szoktad nézni? Igen. És miért pont ez tetszik? Miért jobb a Paris Saint-Germain, mint a többi csapat szerinted? Hát, mert csak benne van a két legjobb focista, ami a kedvencem. Te milyen szintre szeretnél eljutni? Mikor lennél magaddal elégedett? Hát például, hogyha az olimpiára kijutnál Berlinbe, akkor örülnél? Nagyon örülnék, minden álmom egy más országba lenni. És szerinted a lányok azok ugyanolyan jól tudnak focizni, mint a fiúk? Vagy mi a különbség a kettő között? Hát ugye a fiúk azok sokkal gyorsabbak, meg előbb megtanulják egy csomó cselt, mint a lányok. És milyen poszton játszol, azt még nem kérdeztem meg. Csatár. Csatár? Akkor te tudsz gólt lőni? Vagy hát az a feladatod, hogy gólt lőjél, igaz? Mi kell ahhoz, hogy egy lány gólt tudjon lőni? Kellenek a többi játékosok, vagy pedig te egyedül is meg tudod ezt oldani? Hát inkább jobb lenne egy csapatjáték, mert ugye a foci ez egy csapatjáték, és így a összjátékban előbb sikerül egy gól, mint ha egyedül játszanál. Miért jó partnerjátékosnak lenni? Hát egyrészt nagyon szeretek focizni, így akkor kaptunk egy lehetőséget arra, hogy játszunk, másik pedig, hogy ugye örömet tudunk okozni azzal, hogy itt vagyunk, úgyhogy mi is jól érezzük magunkat, meg hogy a társaink is. Nem nehéz kijönni a partnerjátékosokkal, mármint hát ugye azokkal az olimpikonokkal, akik a Speciális Olimpia Szövetségben sportolnak? Hát azért ez változó, de szerintem egyébként nem mindenkivel meg lehet találni a hangsúlyt. Sokkal türelmesebbnek kell lenni, ez egyértelmű, mert valaki úgymond a szabályokkal annyira nincs tisztában, vagy kicsit lassabban tud gondolkodni, de egyébként ezt, hogyha az ember az évek során már megszokja, az elején azért türelemmel kell lenni. De egyébként én nagyon szeretek emberek között lenni, gyerekekkel is nagyon szeretek lenni, és így ebből adódóan én nagyon élvezem az így közös munkát. Hány edzésre jársz, és egyáltalán mindig ugyanabban a csapatban jársz, vagy mindig ugyanazokkal a sportolókkal dolgozol együtt, vagy pedig ez mindig változik? Én a Balla DS-nél vagyok sportoló, elsősorban ugye velük szoktam játszani, és akkor most, mióta készülünk az olimpiára, azóta játszunk így a válogatott együtt, és azóta ismerjük úgy jobban egymást, de alapvetően mindig egy csapattal jövök tornákra. Akkor mutasd be egy kicsikét a válogatottat, hogy tudod-e már, hogy kikkel fogsz kijutni majd jövő évbe Berlinbe, és milyenek ezek az emberek szerinted? Őszintén szóval még csak kétszer volt ilyen közös torna, ez a második alkalom. Lina mindenki nagyon pozitív benyomást keltett, mert mindenki nagyon lelkes, és mindenki szeretné a legjobb tudását megmutatni. Itt mind a partnerjátékosok, mind pedig a speciális játékosok nagyon ügyesek, tehát itt azért nem kell olyan türelemnel lenni, meg ők is nagyon, nagyon jól fociznak. Így azért így egyszerűbb mindenkinek az élet. A berlini olimpiára mit gondolsz, hogy miben kellene fejlődni, és mennyi edzésre lenne szükség ahhoz, hogy tényleg jó eredményt érjetek el? Egyénileg mindenki nagyon ügyes, így ezzel a szempontból nem lesz probléma. Így összeszoknunk kell ahhoz, hogy ugye mindenki más egyesületekbe jött, mindenki más típusú játékot játszott, és ezt egy kicsit össze kell csiszolnunk, gyakorolnunk, és akkor szerintem nagyon jók tudunk lenni. Milyen eredménnyel lennél elégedett jövő év nyarán Berlinbe? Hát mivel nem nagyon tudom a többi csapatnak az erősségét, ezért igazából nincsenek nagy elvárásaim, de szeretném, hogyha így az első háromba végeznénk, az biztos, hogy nagy öröm lenne mindenki számára. Labdarúgás után tornával folytatjuk műsorunkat. Október első hétvégéjén Dunaújváros adott otthont a szakák kétnapos országos versenyének, ahol a bő válogatott keret tagjai remek gyakorlatokat mutattak be. Köztük például Latinovics Lívia, Rátkai Lili, valamint Gulyás Noémi is. Salamonné Szabó Éva szakák vezető mellett a Mozdulj Diák DS-e kiváló tornászával Gulyás Noémivel is készült interjú, akitől azt is megtudhatjuk például, hogy mik a kedvenc ételei. Én tornász voltam, és elég magas szinten tornáztam. Hosszú évekig első osztályos szinten, és voltam válogatott kerettag is. 2013 óta már szerepeltem is a tanítványaimmal.
Hány tanítványod van most, vagy hogyan szerveződik egyáltalán a tornaszakág a speciális olimpián belül? 4 egyesületben vannak tornászaink, Egerben, Budapesten, Csobánkán és Dunaújvárosban. Hát a különböző egyesületekben különböző létszámmal dolgoznak, általában olyan 10 fővel, kivéve a csobánkaiak, ott csak 2 fiú van, és én is Dunaújvárosban 10 gyerekkel dolgozom, de közülük még nem mindenki versenyez. Egyes szinten ugyanannyi szeren versenyeznek, tehát a fiúk 6 szeren, a lányok 4 szeren, mint kettes szinten. Tehát ott is lányoknak 4-szer van, fiúknak 6-szer. És 3-as szinten ugyanígy. A különbség csak az, hogy minél magasabb a szint, annál nehezebbek a gyakorlatok. Egyes szinten és kettes szinten kötelező gyakorlatok vannak, tehát pontosan meg van határozva, hogy mit kell csinálni. 3-as szinten már csak az van meghatározva, hogy milyen nehézségű és milyen típusú elemeknek kell szerepelni a gyakorlatban, de magát a gyakorlat összeállítást a szabadon választható. A mai versenyről mit kell tudni? Milyen szintű verseny, és hogyan kapcsolódik esetleg a jövő évi berlini játékokhoz? Egyes, kettes és 3-as szinten folyt ma is a verseny. Nagyon fontos rész a berlini felkészülésnek. Ugye itt már azt figyeltem, hogy a 10 kerettag közül ki hogyan áll. Ugye ebből a 10 kerettagból 4 utazhat majd Berlinbe, 2 fiú és 2 lány. Ugye a válogató versenyünk már megvolt májusban, úgyhogy ez egy felkészülési versenye valójában a berlini speciális olimpiának. Ma a szombati napon, amikor én itt voltam, talajgyakorlatokat láthattunk. Hol helyezkedik el ez a teljes verseny tekintve? Tehát, hogy mekkora része ez a versenynek, vagy esetleg a pontokat hogyan számolják, hogy ez mennyire volt hangsúlyos a teljes végeredményt tekintve, illetve milyen eredménnyel zártak a tanítványaid? A végeredmény kiszámítása úgy történik, hogy az első napi, tehát a divizionáló versenyek pontszámainak a 25%-a, és a második napi verseny, ami a döntő, azoknak a pontszámoknak a 75%-a adja ki a végső pontszámot. A talajgyakorlat, amit láttál, az ugye a lányoknál ez az utolsó szer volt. Ők ma már versenyeztek ugráson, felemás korláton, gerendán és talajon. Tehát ez volt az negyedik szer, amin ők versenyeztek. Úgyhogy ez azért egy megterhelő dolog 4 szelen gyakorlatokat bemutatni, és a holnapi versenyben ugyanezt végig kell csinálni, és ez adja majd a végeredményt. A talajgyakorlatra visszatérve, ott pedig ugye egyes szinten is kötelező gyakorlat van, adott zenére, adott koreográfiával, adott elemekkel, és ugyanígy kettes szinten is, és ugye hármas szinten viszont már a Lilko, ő az egyetlen hármas szintű versenyzőnk, ő pedig már szabadon választott gyakorlatot mutatott be, meghatározott erősségű elemeket kell neki végrehajtani a gyakorlatban. Miben tér el a speciális olimpia versenyrendszer az épek versenyétől? A szerek ugyanazok, annyi különbséggel, hogy az ugrásban nem használunk ugróasztalt, vagy régen ugye ezt lónak nevezték, hanem dobbantó és különböző magasságú leérkező szőnyeg szükséges az ugráshoz. Az összes többi szer az ugyanolyan, mint az épek versenyében. Természetesen a gyakorlatok azok azért anyagerősségében nagyban eltérnek, jóval egyszerűbbek, tehát hogy nyilván itt nem szaltóznak a sportolóink, de eljutnak azért olyan tornaelemekig, amelyek az épeknél alaelemek. Az épek 1 méter 20 centi magas gerendán tornáznak, a mi versenyzőink alacsony gerendán, és csak 3-as szinttől kell nagy gerendán bemutatni a gyakorlatot.
Hol tart most a felkészülésben a csapat, lesz-e edzőtábor, és milyen eredményt vársz tőlük a speciális olimpián majd? A nagy edzőtáborunkon túl vagyunk, most nyáron volt. Most látom ezen a versenyen, hogy az májusi versenyhez képest sokkal szebb gyakorlatokat láttam már, és sokkal kevesebb segítségre volt szükség, hogy végre tudják hajtani. Odáig már eljutottunk, ugye, hogy szerencsére a gyakorlatok már a fejükben vannak. Mert ugye az sem egyszerű 6, illetve 4 szeren megjegyezni koreográfiákat, elemek egymás utániságát. Kivitelezésben van még mit fejlődni, és még azt is kiemelném, hogy ugye van olyan lehetőség, hogy bónusz elemeket hajtsanak végre a sportolók a szereken, és a bónusz elemekért plusz tizedek, tehát pontszám jár, és a sportolóink egy része már eljutott odáig, hogy bónusz elemekkel együtt tudják végrehajtani a gyakorlatokat. Tehát jó úton haladunk, de azért még sok munka van ebben, de nagyon biztató, amit látok. Mindenkitől azt várom, hogy önmagához képest hozza ki magából a legtöbbet. Mióta tornázol? Lassan 4 éve tornázok, nagyon imádom csinálni. Van kedvenc szeled? Igen, nagyon sok. Van talaj, a gerenda és az ugrás. És miért pont ezeket szereted? Mi a jó a talajon például? A talajon azért, mert nagyon jól tudom csinálni a zenére a gyakorlatokat, mert nagyon szépen tartom magamat. És most milyen zenére tornázol, azt tudod? Gyorsra, lassúra, hát, milyen? Kicsit gyors, meg lassú is. És nehéz rá megcsinálni a gyakorlatokat? Igen, egy kicsit. Mi a legnehezebb elem, amit meg kell csinálni? A korlát. Tehát, hogy a korlát az a felemás eszköz, igaz? Amin igen. Van egy magas, meg egy alacsony igen. Egymással igen. Szembe. És nem félsz, amikor ezen kell torna gyakorlatot csinálnod? Amikor először csináltam ezeket a gyakorlatokat, akkor egy kicsit féltem. A bónusz elemet nem nagyon mertem megcsinálni, és utána eltelt pár hónap, meg hét is, és megcsináltam. Bukfencezni kell a korlát fölött, vagy pedig amikor már leugrottál akkor? Amikor a korláton rajta vagyunk, és... Akkor át kell fordulni a korlát fölött? Igen. Esetleg van olyan verseny, amire szeretnél eljutni? Igen. A jövőre, 2023-ba lesz berlini olimpiánk, és nagyon szeretnék oda kijutni. És gondolod, hogy el is fogsz oda jutni? Tehát olyan eredményeid vannak, hogy gondolod, hogy sikerül? Igen. És mi az, amiben gondolod, hogy fejlődnöd kellene esetleg? A korlátban, hogy minél magasabbra, legalább vízszintesig fellendüljek, azon kell nagyon javítani, meg hogy a testsúlyomon. Na, tényleg, neked a testsúlyodat, hát ha most látnának a hallgatók téged, akkor azt elmondhatom, hogy egyáltalán nem vagy túlsúlyos, vagy nem tudom, szerintem elég vékony lány vagy. Hát hány kilónak kell ahhoz lenni, hogy valaki tornász lehessen? Nagyon könnyű. Igen? Hány kilónak kell ahhoz lenni? Hát legkésőbb 57-58 kilónak. Hú, és akkor ezért akkor van, hogy te nem ehetsz olyasmit, amit mondjuk szeretnél? Nincs. Mindent megszoktál? És mi a kedvenc ételed? Mi az, amiről nem tudsz lemondani? A pizza meg a hamburger. Tényleg? Igen. Igen. És mondjuk, hogyha az lenne a feltétel, hogy eljuss el Berlinbe, hogy ezekről le kell mondani, akkor lemondanál? Igen. Igen. A speciális olimpikonok és általában az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek számára is rendkívül jó hatással bír egy 4 lábú kedvenc jelenléte. Egy kutyával végzett munka mindig több mindent fejleszt hatékonyan egyszerre, kiemelve az empátiás készséget és a kommunikációt. Sorozatunk bevezető részében a kutyával végzett terápia gyermekek személyiségfejlődésében és a családban betöltött szerepéről is beszél Birdi Fruzsina, kutyás terapeuta és tanácsadó szakpszichológus. A kutatások és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy azokban a családokban, ahol van társállat,
Ezekben a családokban a gyerekek általában sokkal könnyebben tudnak kapcsolódni az embertársaikhoz is. Kifejezetten megnő a stresszel való megküzdésnek a képessége, illetve ezek mellett nagyobb empátiára tesznek szert ezek a gyerekek, hiszen a mindennapjaikban szükségük van arra, hogy egy olyan élőlénnyel kommunikáljanak, aki nem a szavait használja arra, hogy kifejezze, hogy ő hogyan van. Valamint az a tapasztalat, hogy minél többféle kapcsolódás van jelen a gyerekeknek az életében, annál könnyebben és rugalmasabban tudnak új kapcsolatokat kialakítani, és ez rugalmasabbá teszi őket a későbbiek folyamán is. Hogy honnantól lehet az állat ellátásába bevonni a gyerekeket, az nagyon nagyban függ a gyerekektől, az élethelyzettől. Nyilvánvalóan az, hogy segítsenek odaadni a vacsorát a kutyának, az már azért egy ovisnak is sikerülhet segítséggel. Vagy hogy levigyék sétálni azért 10-12 éves gyerekek már a ház körül, ha olyan környéken laknak nyilvánvalóan, már azért le tudják vinni egy-egy sétára a kutyákat, illetve egyre több helyen biztosítanak olyan programot, hogy kutyasuliba is lehet járni a kutyákkal a gyerekeknek. Viszont az, hogy teljes felelősséget átruházzunk a gyerekekre, én azt gondolom, hogy az ugyanúgy, ahogy ajándékozni sem fair, akár felnőtt embernek egy állatot, ugyanúgy nem elvárható az, hogy ő 15-16 évesen akár teljes felelősséget tudjon vállalni egy állatért, hiszen nem feltétlenül tudják ők felmérni, hogy ez mivel jár, nem is ez az élet feladatuk, hogy ők felelősséget vállaljanak egy másik élőlényért. Tehát én azt gondolom, hogy bármennyire is szeretné a gyerek, a szülőnek mindig bele kell kalkulálnia azt, hogy ez a felelősség része az az övé. Tehát csak akkor vállaljon be egy család bármilyen állatot, hogyha a szülők azt tudják mondani, hogy jó, én is szeretném ezt, és nem pedig a gyerekre hárul egy elvárás abban, hogy el kelljen látnia azt az állatot. Egyáltalán milyen típusú terápiás kutyák vannak, hogyan tudjuk őket kategorizálni? Hiszen ez nem egy olyan nagyon régi tudományág, vagy nem olyan régen vannak terápiás állatok egyáltalán Magyarországon. A terápiás állatokat, vagy segítő állatokat, segítő kutyákat két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik az az, aki amikor egy kutya egy konkrét személynek segít, az ő gazdájának. Ide sorolhatóak a vakvezető kutyák, a hallássérült segítő kutyák, rohamjelző kutyák, illetve a személyi segítő kutyák, akik például autista, vagy akár értelmileg akadályozott, vagy valamilyen pszichiátriai problémában érintett személyeknek, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek könnyítik meg a mindennapjait, az ő speciális képzettségüknek köszönhetően. A másik nagyobb kategória a terápiás kutyák, ahol a kutya a gazdájával egy adott csoporthoz, vagy adott emberhez megy el hetente 1-2-3 akárhány alkalommal segíteni, tehát nem a saját gazdájának, hanem egy idegennek segítenek ezek a kutyák. Hogy miben tudnak segíteni, az nyilvánvalóan nagyon nagyban függ attól, hogy milyen fokú és milyen típusú problémája van az adott személynek, de azt tapasztaljuk, hogy a kapcsolódásban, abban, hogy a másik igényeinek a felismerésében alapvetően egy szeretett akkumulátor töltésben, jó érzésben, kompetenciaérzés növelésben kifejezetten hatékonyak a kutyák. Erre nagyon sok kutatás és még sokkal több elmélet van, hogy ez miért lehetséges így, de a legtöbb az arra vezethető vissza, hogy körülbelül 14 ezer éve élünk együtt kutyákkal, és nem csak ők formálódtak hozzánk, hanem valamennyire evolúciósan mi is formálódtunk valószínűleg ő hozzájuk, és maga az, hogy a kutyák sokkal tisztábban kommunikálnak egy mondjuk kommunikációval nehezebben megbirkózó gyerek számára, hiszen egyértelműen leolvasható, ha ő szeretne valamit, ha nem szeretne valamit, ezt nagyon egyértelműen fejezi ki, nem ítélkezik, nem kell azon gondolkodni, hogy mit gondolhat valójában, nem váratlan az ő reakciója, és sokkal könnyebb, úgymond megértést, elfogadást tapasztalni egy ilyen állat részéről. Másrészt ezek a kutyák, a képzett kutyák nagy része sokkal több mindent eltűr mondjuk egy ilyen gyerek számára, mint mondjuk a kortársak. Ennek köszönhetően ugye egy közelebbi viszony tud adott esetben kialakulni.
illetve tényleg maga az, hogy van egy fiziológiás hatása annak, hogy egy puha, meleg, élő dolgot ölelgetünk, simogatunk, tehát hogy a szívveréssel lassul, a légzés optimalizálódik, a vércukorszintre is jó hatással van. Tehát maguk ezek a folyamatok azok, amik kvázi olyan hormonális hatásokkal járnak együtt, amik a kötődést, a boldogságot, a nyugalmat elősegítik ezeknél a gyerekeknél. Amikor bekerül egy kutya a családba, akkor ott ugye felborul a családi hierarchia, vagy legalábbis megváltozik. Hogyan tud segíteni a szülő abban, hogy a kutya az egy inkluzív hidat képezzen mondjuk az épp testvérek és a beteg testvér között, és ne pedig versenytársat lássanak egymásba, vagy ugye valamilyen negatív irányba forduljanak ezek a, hát nem tudok másképp más szót mondani, rangsorviták a családban? Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az a tudatos fajta és egyed választás. A legáltalánosabb tuti recept az az, hogy már mikor azon gondolkodunk, hogy kutyát vigyünk haza egy olyan családba, ahol speciális helyzeteknek is meg kell felelni a kutyának, már akkor kérjük kutyakiképző tréner, vagy ha van olyan szakember, akkor gyógypedagógus, egyre többen nyitnak az állatasszisztált tevékenységek felé, és kérjük ilyen szakembereknek a segítségét, akik tudnak nekünk abban segíteni, hogy ez minél optimálisabban tudjon alakulni ez a beilleszkedés a családba. Az épp testvérekkel való tudatos beszélgetés, hogy mire számítanak, kinek mi lesz a feladata, miért lesz mondjuk nekik több felelősségük, mint az akadályozott testvérnek a kutya ellátásában, ki mit szeretne, mi a célja vele, mik az elvárások. Ha ezt előre sikerül tisztázni, akkor rengeteg konfliktus elkerülhető. Tudsz esetleg olyan kutyafajtát javasolni, amelyik általában alkalmas arra, hogy családi, de állatasszisztált terápiás funkciót betöltsön egy családban? Ezt minden esetben az adott egyed dönti el, tehát nincsen olyan fajta, ahol minden egyed alkalmas lesz ezekre a feladatokra. Nagy általánosságban a labrador, a golden retrieverek, az uskár típusú kutyák, illetve sok helyen még berni pásztorokat is használnak ilyen kutyáknak. Ezek a leggyakoribb fajták, amiket világszerte segítő kutyának alkalmaznak, de ezek mellett rengeteg mást is alkalmazhatnak, meg ezekből a fajtákból sem minden egyed lesz alkalmas ilyesmire. A kutyák azok motiválhatják-e a jobb sport teljesítményre kisgazdáikat? Én azt gondolom, hogy abszolút a kutyát nagyon gyakran használjuk motivációs eszközre, amit te is említettél, hogy általános iskolában, tanórákon használják őket. Tehát, hogy ilyen helyzetekben például biztonságosabb környezetet teremt az, hogy egy ismerős ott van velem, ha az a kutyám is. Tehát, hogy ilyen helyzetben igen, ha olyan fajta a kutya, hogy ő maga szereti ezt az egészet csinálni, akkor lehet ő egy motiváló erő. A sport pszichológiai szempontból miért hasznos egy ember számára? Az izomzatnak az erősödésével együtt jár mondjuk az is, hogy kompetensebb lesz az adott személy, mondjuk akár önellátásban, akár abban, hogy mikre képes. Ezek mellett a csapatban, csoportban végzett tevékenység nyilvánvalóan egy kötődést tud kialakítani más emberek felé, ami a szociális támogatást ugye segíti, illetve minden olyan helyzet, ahol az ember úgy érzi, hogy ő ért valamihez, az az általános önbecsülés és magabiztosságnak az emelkedésével jár. Ide tartozik a kutyázás, ide tartozik a sport is. Kedves hallgatóink, a következő percekben az elmúlt hetekben történteket foglaljuk össze. Sport.
Zsoltal az értelmi fogyatékossággal élő fiatalok sokoldalú fejlesztéséért címmel tartottak bowling versenyt és szakmai konferenciát Gyulán, az ifjúsági közösségi házban október 18-án. A megjelenteket Görgényi Ernő polgármester és dr. Jádi György, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség országos sportigazgatója, valamint Nyikora Péterné, az MSOS társelnöke és Molnár Melinda bowling szakág vezető köszöntötték. A nap folyamán a verseny mellett szakmai tanácskozást is tartottak, amelyen előadások hangoztak el többek között a tobozzás lehetőségeiről, az utánpótlás felkutatásáról, valamint a sport és a bowling fizikai és szellemi képességeket fejlesztő hatásáról is. Az értelmi fogyatékossággal élő és az épp sportolók integrált körkorcsolya versenyén szintén jelentős figyelmet fordítottak a sportág népszerűsítésére. A szegedi megmérettetést 6. alkalommal rendezték meg szövetségünk és a Tornádó Team Korcsolyázó Sportegyesület szervezésében. Az esemény egyik legnépszerűbb és legjobb hangulatú látványossága. A speciális olimpikon görkorcsolyázók és a Tornádó Team Szeged partnerversenyzőinek közös váltója volt. Az MSOS és az MLS Grassroots igazgatósága közös szervezésével ragyogó őszi napsütésben zajlott a Grassroots labdarúgó torna Diósjenőn, ahol a divizionálás után a csapatok két csoportban küzdöttek meg egymással. A 7 csapat az MLS Grassroots igazgatósága támogatásának köszönhetően úti költségtámogatásban, valamint ételcsomagokban részesült. A fekete kupakos Szent Királyi ásványvizes palackokra felkerültek a Cibula lányok fotói. Cibula Ilona és Cibula Krisztina a Szent Királyi Tehetségprogram 2022-es különdíjasaként Miklósné Malek Erzsébet szakágvezető irányításával készül a berlini világjátékokra. A lányok és az olimpiai bajnok shortlekes testvérpár Liusa Olin Sándor és Liusa Wang főszereplésével közös reklámfilm is készült. Az Érd Arénában a magabiztos győzelmet aratott a magyar férfi kézilabda válogatott a litvánok elleni EB-selejtezőn. Speciális olimpikonjaink bekísérhették a mérkőzésre Lékai Mátéikat, együtt énekelhették el velük a himnuszt, a pálya széléről szurkolhattak nekik, és természetesen közös fotók is készültek. Lengyel Lajos elnök úr a csarnokban és a televíziós közvetítés szünetében az M4 Sporton adott interjút az MSOS és a Magyar Kézilabda Szövetség évek óta tartó eredményes együttműködéséről. A füzesabonyi Széchenyi István katolikus általános iskola tornatermében került sor szövetségünk csapatbocsa versenyére, amelyen az izgalmas mérkőzéseket követően szoros eredmények születtek. A Heves megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény füzesabonyi székhelyének csapatai bizonyultak a legeredményesebbnek, így az egyes divízióban arany, ezüst és bronzérmesek lettek. A kettes divízióban az Andoraktájai Szociális Otthon csapata nyert, megelőzve a Bélapátfalvai Idősek Otthona és támogatott lakhatás intézmény két gárdáját. Idén javított eredményén a speciális olimpikonokból álló csapat a Spár maratonon. Ezúttal 4 óra 3 perc 21 másodperces eredménnyel értek célba. Hammer Ádám, Plavdik Zsófia és Kis Tamás mellé Berkes András külsősként csatlakozott. A váltó tagjai ismét bizonyították, hogy megállják helyüket és büszkén viszik tovább a speciális olimpia hírét. Folyamatos mozgásban vannak a kölyök sportolók is. Pázmány Viktória programvezetőtől megtudtuk, hogy az új tanévben ismét elkezdték az edzéseket legkisebbjeink. Régi és új kiskölykök készülnek hétről hétre, hogy igazi speciális olimpikonokká válhassanak. Az utánpótláskorú sportolók nevelése az országban számos tagszervezetünknél működik. A szakemberek, valamint a szülők tapasztalatai egyaránt nagyon jók. Még ebben az évben két nagy eseményt terveznek a szakembereknek és a csapatoknak, egy edzőképzést és a már hagyományossá váló országos kölyök sportolónapot, ahova természetesen ezúttal is meghívást kap a Mikulás. Az utóbbi képeken a Nyíregyházi Winnie by KSR kölyök sportolói láthatóak, akiket fiatal mentorai segítenek az edzéseken. Juhász József judószakágvezető és Juhász Dániel judószakágvezető helyettes szakmai pályafutásának nagy álma vált valóra szeptember végén. Ugyanis hivatalosan átadták a főváros 18. kerületében működő Pest-Szent-Lőrinc-Kassa Sportegyesület szervezésében azt a judótermet, amelyet már régóta szerettek volna megvalósítani. Az ünnepélyes ceremónián tiszteletét tette dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, dr. Tóth László, a Magyar Judó Szövetség elnöke, Lengyel Lajos az MSOS elnöke, valamint Körös Péter, a 18. kerületi önkormányzat alpolgármestere.
A beszédeket követően integrált edzést tartott Kovács Mihály Misu, világjátékok érmes versenyző, a szép számmal összegyűlt csapatnak és a lelkes társaknak. Svájcban versenyeztek és kiválóan teljesítettek a dzsukdó válogatott tagjai Kovács Ádám, Krizonics Ádám és Kovács Mihály aranyérmet, Lipták Viktória és Olasz Krisztina ezüstérmet, míg Redenicki Sarolta és Pap Lilla bronzérmet szerzett. A versenyzőket Juhász Dániel, Juhász József, Csete Margit, valamint Tompa Márton edzők készítették fel a nemzetközi megmérettetésre. Az egyesített női válogatott keret a 2023-as berlini világjátékokra is hangolt a Budapesten megrendezett országos ESO kosárlabda tornán a Szent István gimnáziumban. A kosárlabda sportág legnagyszerűbb híre azonban ebben a hónapban vitathatatlanul az, hogy a Hásfa Ese Down-szindrómás játékosokból álló kosárcsapata egy szépen csillogó ezüstéremmel térhetett haza a Madeirában megrendezett világversenyről, a Trigame-ről. A 2023-as berlini speciális olimpia nyári világjátékokra való felkészülés jegyében atlétika versenynek adott otthont a Pápai Sportcentrum. A regionális megmérettetésen szövetségünk 7 tagszervezete vett részt. Pápán első alkalommal rendeztek felkészítő versenyt a jövő nyári világjátékokra. A közel 40 fős mezőnynek futó, ugró és váltó számokban kellett bizonyítania. Motoros aktivitás, tréning, program, sportnapot tartottunk Bolyban, hiszen a mozgás élménye mindenkié. 10 egyesület, több mint 80 indulója élhette át a mozgás adta élményt a Baranya megyei Város Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának sportcsarnokában. Közel 50 speciális olimpikon teniszező lépett pályára az MSOS országos bajnokságán a Gubacsi Zsófi teniszklubban, amely felkészülési lehetőség volt a berlini világjátékokra hangoló válogatott keretjátékosai számára. A Speciális Olimpia Szövetség büszkén köszönti Kalicka Bernadettet, aki 17 éve megkezdett magas színvonalú szociális munkájának elismeréseként vehette át Nógrád megye önkormányzatának közgyűlésétől a Salkaházi Sára díjat. Betty Szakág vezető helyettesként évek óta segíti a Magyar Speciális Olimpia Szövetség labdarúgás szakágát, és általában minden kiemelt rendezvényünket támogatja Diós Jenői önkéntes csapatával. További eredményes munkát, sikereket, jó egészséget és sok közös élményt kívánunk még neki. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 13. podcast adásának végén köszönjük a figyelmet. Üzenetet lehet küldeni a küzdjbátran@gmail.com e-mail címre, de hivatalos Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon is lehet jelentkezni. Jó edzéseket és versenyeket kíván Kővágó Angéla és Szőke Viktória. Találkozzunk néhány hét múlva is.